Szeretettel köszöntjük egymást, Isten hozott bennünket a 211. energiapolitikai hétfőestét megkezdjük. Akik régebben követik a munkánkat, azok tapasztalhatták, hogy a mai napra nem az az előadás volt kiírva, mint amit fogunk hallani. Tudnélik, a rendezvény előtt körülbelül másfél héttel derült ki, hogy a tervezett előadó Kóbor György vezérigazgató távozott az MVM-től, így aztán a előadásnak a megtartása a részéről nem volt lehetséges. És azzal a veszéllyel, vagy azzal a különleges esettel álltunk szembe, hogy a társulatunk történetében még soha nem fordult elő, 210 alkalommal nem fordult elő, hogy előadást nem tartottunk meg. És akkor jött a segítség, ahogy ez általában szokott lenni, hogy fölhívtam a Szarka akadémikus urat, és hogy hát mit kellene itten csinálni, vagy lehet-e valamit csinálni. Előtte megpróbáltam a későbbi előadásokat előrehozni, de az nem sikerült, és akkor kiderült, hogy éppen ott van nála, mert éppen Magyarországon van, Miskolci Ferenc hazánk fia, tudós, és ő azonnal elvállalta a mai előadást. Így aztán remélem sokan megkapták, kérem tartsák föl a kezüket azok, akik megkapták a műsorváltozás című anyagot. Jó, akkor ez sikerül, és ezek szerint ez a téma is nagyon érdekli a jelenlévőket. És akkor hát nagy szeretettel köszöntöm Miskolci Ferenc tudós hazánk fiát, aki az Egyesült Államokban él. Akkor köszönöm szépen. Hát látod, még emlékeznek, áll is szeretnek téged is. Ez jó hír tulajdonképpen. A társulatunk most ugye már második alkalommal újból itt tartja az összejövetelét, és hát abban reménykedünk, hogy ez így is fog folytatódni. Ez azért ugye jobb, mint hogyha így a képernyőn keresztül találkozunk. Nekem legalábbis jobb, mert szeretem, hogyha látom azokat, akikkel valamilyen szinten szellemi közösségben vagyunk. A hagyományos kép, ezt mindenki ismeri, aki ide jár hozzánk, de még nem sokan, mert a teremben van hely. Tehát az a kérésem, hogy aki úgy gondolja, hogy érdemes ide jönni, az biztasson erre másokat is. A hírleveleinkre hívom fel a figyelmet, ebben mindig szerepelnek az elmúlt hónapnak azok az eseményei, azok az írások, előadások, amik úgy gondoljuk, hogy megfelelő érdeklődésre tartanak számot, és ez papír alapú, most az asztalon az anyagok között is szerepel, oda lehet másoknak is adni. Fölhívom a figyelmet az Újraolvasó című rovatunkra a hírlevélben, ahol a régebbi, elég sok ilyen régi előadásunk van, van néhány ezer, abból egy olyat igyekszem kiválasztani, ami kapcsolódik a mostani témához. Sajnos a bajok, a negatívumok szinte évtizedes távlatban is, két évtizedes távlatban is velünk vannak, tehát érdemes a régi anyagokat is megnézni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nincsen más lehetőségünk, mint az internet útján
kiadni a meghívóinkat, ismertetőinket. Sajnos az a tapasztalatom, hogy találkozom többekkel, és akkor megkérdezem, hogy megkapták-e ezt a küldeményt, vagy azt a küldeményt, és mondják, hogy nem kapták meg. És akkor megkérdezem, hogy nem változott meg az e-mail címed? De igen, az megváltozott, csak hát elfelejtette nekünk megmondani. Így aztán az 1200 körüli e-mail címből bizony nagyon sok olyan van, ami már nem aktuális, és ezért arra kérem azokat, akiknek ilyen változás, akiknél ilyen változás történt, hogy mind ők, mind a baráti ismeretségi körükbe terjesszék azt a hírt, hogy akinek megváltozik az elérhetősége, az írja meg a társulati címünkre, hogy át tudjuk vezetni. Én lassan már ilyen cím nyilvántartóvá alakulok át, de elég nehéz műfaj, úgyhogy ebbe kérem a segítséget. Az év még hátralévő programja, ugye a Miskolci úrnak az előadása, erről már röviden volt szó, majd még erre visszatérünk. November 8-án a földgáz ellátási ügyeket veszük elő. Mostanában sok szó esik a földgáz kérdésről, és itt az ideje, hogy egy átfogó képet kapjunk erről, mert bizony nagyon nehéz követni ebbe a nagyon félretájékoztató sajtóba, médiába, hogy tulajdonképpen hogy is áll ez a dolog. Ami a lényeget illeti, abban jól állunk, úgyhogy nálunk nem lesz a földgázzal baj, de hogy honnét jön a gáz, milyen cégeken keresztül, milyen érdekeltségek, és a többi, és a többi. Ez az egész európai energiapolitikát, de mondhatnám, nem csak energiapolitikát, hanem egész politikát befolyásoló tényező. Remélem, hogy az előadás meghallgatása után ebben tisztában fogunk látni. Aztán decemberben Aszódi Attila professzor úr lesz közöttünk, aki az európai országok energiastratégiáját fogja elemezni. Az előadás címe, amit nekem adott, az kétszer ilyen hosszú, de a lényege ez, hogy egy szakmai tájékoztatást ad arról, ami minket nagyon is érdekel, hogy a körülöttünk lévő országokban hogy alakul az energiapolitika, mert ez jelentős mértékben befolyásolja minket is. Arról is tájékoztatom örömmel a jelenlévőket, hogy természetesen már alakul a, ha Isten engedés élünk, a jövő év, jövő első fél évnek a programja. Szeretnénk a megújuló energiák költségelemzéséről előadást hallani, és egyéb olyan témák, amiket most még pontosan nem tudok közölni, de a lényeg az, hogy sajnos, mivel az energetikánkra rátolták a klímavédelmet, a klímaügynek a kérdéseiről nagyon sok szót kell eltennünk, sajnos. Aztán régóta készülünk a japán villamosenergia rendszerének az ismertetésére. Remélem, hogy erre is sor fog kerülni. Az asztalnál szokásunkhoz híven elhelyeztünk írott formában is több anyagot. Ezek vannak ott, amiket itt felsoroltam, és lehet látni. És a már említett 239. energiapolitikai hírlevelünk is, ami a szeptember és októberi anyagot tartalmazza. Most pedig következik az előadás,
Miskolci Ferenc úrnak az üvegházhatás elmélete című előadás. Ezt fogja követni Szarka László úrnak a felkért hozzászólónak az eszmekutatása, és aztán a Héjas István kollega indítja majd a vitát, vagy folytatja, és utána természetesen, ahogy ezt szoktuk, mindenki elmondhatja a véleményét, kérdezhet. Arra kérek mindenkit, hogy legutóbb egy kicsit egymás szabába vágva beszélgettünk, úgyhogy próbáljuk a megfelelő formákat betartani, és nem kis előadásokat várunk a jelenlévőktől. Dicsérni se kell nagyon bennünket, hogyha véletlenül tetszett valami, hanem az időt arra használjuk, hogy minél több ismeretet szerezzük. Tiéd a szó, Ferikém, hallgatunk.